sziasztok! Itt vagyunk Sziget-Szent Miklóson, a Rönnysziget rendezvényen. Csütörtök óta 4 napja. Óriási fesztivál hangulat, hatalmas bulik vannak. Több mint 100 autó, több mint 120 versenyző vett részt ezen a hétvégén. Mai napból, vasárnapból, délután még 4 futam van hátra, a 2 gyorsasági döntő és a 2 rodeó. A rodeó lényege, hogy az összes életben maradt autó indul egyszerre. Ezen a hétvégén kb. 60-70 autómű működik, tehát valószínűleg ők egyszerre fent lesznek a pályán, és addig ütik egymást, amíg a végén csak egy maradhat. Aki szeretne autózni, legelsősorban vegyen egy autót. Kezdje el fúrni, faragni, építse, tegyen bele nagyon sok vasat és egy nagyon jó motort, és ne felejtse el a kötelező biztonsági felszereléseket se, üléseket, öveket, bukókeretet, stb. Legkönnyebben Facebookon lehet minket elérni, Facebook Roncsautósó vagy Ronysziget oldalán. Itt senki nem marad éhen, külön büfé üzemel, azon kívül minden csapatnak a depójában külön szakácsok vannak, a legtöbben maguknak főznek, mindenki óriásiakat eszik és még nagyobbakat iszik. Aki ide látogat és megveszi a 2 napos belépőt, az csütörtöktől minden 4 napon keresztül ingyen sátorozhat bent a depóba a versenyzők között. Mindenki ismer mindenkit, mindenki mindenkivel jóban van, és nem az a cél, hogy kitúrják, kifúrják egymást. Ha valakinek tönkre megy az autója, a többiek mennek, segítenek, megjavítják, kölcsön adnak egymásnak akár komplett motorokat is, csak hogy mindenki el tudjon indulni. Kimondott külön borítószemélyzet, technikai személyzet áll rendelkezésre, minden egyes borulás után azonnal ott vannak, és ha valami probléma van, segítenek, de szerencsére még soha nem volt probléma, soha nem történtek sérülések, amióta itt vagyunk, mindenkinek nagyon jó az autója, nagyon egyben van, és mindenkit megvéd. Nagyon-nagyon-nagyon régi rendezvény, tehát nagyon, szerintem közel 20 évre nyúlik vissza a története. Voltak kisebb hullámvölgyek, de most úgy látom, hogy lassan megint a csúcsára ér.